A népszerű sorozat címe ugyan kalandozás a Tokaj-hegyaljai borvidéken, a szervezők mégis úgy gondolták, hogy egy különlegességgel zárják az idei szezont a Sárospataki Művelődésházában. Összhangban a Sárospataki Főiskola fenntartói változásával olyan előadókat kértek fel az egri borvidékről, akik Tokaj-hegyaljához is kötődnek. Erre a szezonra egy kicsit térjünk vissza, azért is, mert egyrészt egy értékelő lapot önök is közreadtak. Ez a szezon is sikeres volt, mindig 100 fő fölötti érdeklődő. Hogyan lehet értékelni ezt a kalandozást a borvidéken így 2013-ban? Változatlanul a Művelődésháza és Könyvtára egyik legnépszerűbb ismeretterjesztő sorozata a borvidéki kalandozás. Ez nem csak a létszámban, hanem a jelenlévők őszinte érdeklődésében is megmutatkozik. Másrészt pedig úgy lehet értékelni, hogy az intézmény számára egy olyan utat sikerült kijelölni, amelyet érdemes a jövőben is tovább vinni, és úgy a Tokaj-hegyalja, mint az ország más borvidékeit Sárospatakra vendégségbe hívni. Remélem, hogy lesz alkalmunk és lehetőségünk ennek a programnak 2013 őszén a folytatásra. Azt gondolom, hogy biztosan, hiszen itt nagyon sok embertől azt hallottuk, hogy már nagyon kíváncsian várják, hogy ki lesz majd a következő borászat, vagy éppen település, aki bemutatkozik. A mai napra, pontosabban hónapra korábban igazgatónő elmondta, hogy meglepetés vendég lesz Tokaj-hegyaljáról. Ez egy picit módosult, és nem Tokaj-hegyaljáról, Egerből érkezett a meglepetés borászatok. Miért is, hogyan is? Ahogyan a bevezetőben is mondtam, valóban meglepetést szerettünk volna az évad utolsó előadására. Amikor a plakátok megjelentek 2012. októberében, akkor valóban még nem körvonalazódott, és került pontosításra, hogy mi is lesz ez a meglepetés. És ahogyan az élet írja a forgatókönyvet, úgy írta ennek a rendezvénynek a forgatókönyvét is, hiszen az egri Eszterházy Károly Főiskola egyre közelebbi kapcsolatba kerül Sárospatakkal, és az pedig tényleg csak a szerencsének köszönhető, hogy az ottani vezetők elkötelezett hívei Tokaj-hegyaljának. Egyik oldalról azért, mert itt születtek, másik oldalról pedig, ahogyan mondták, a tanárok között tanult borászok. Így aztán természetesnek tűnt, hogy erre a mai utolsó és meglepetés alkalomra az egri borvidék lesz a vendégünk. Dr. Hauser Zoltán, Dr. Kistót Lajos és Dr. Gál Lajos vezetésével és képviseletével, és én úgy gondolom, hogy ez mind Sárospataknak, mind pedig a jövőbeni városok és borvidékek közötti együttműködésnek jót tett ez a program. Beszéljünk egy kicsit az elmúlt két szezonról, amikor is az újraindított kalandozása a borvidéken megvalósult. Tokajtól most már mondhatjuk, hogy Egerig bejártunk számos települést. Van még valami a Tarsolyban? Természetesen van, hiszen Tokaj-hegyalján is jó néhány pincészet kimaradt még ebből a programsorból. Ezek között egyaránt vannak tradicionális régi nagypincék, és természetesen új, akiknek a nevét még most kezdjük megismerni. A másik dolog, hogy úgy tűnik, hogy a közönség is nagyon fogékony erre a dologra. Akár Tokaj-hegyalján kalandozunk tovább, akár kitekintünk erről az általunk ismert borvidékről, így aztán mindenképpen szeretnénk a rendezvény sorozatot folytatni, és ahogyan majd a lehetőségeink engedi, ennek a földrajzi távolságát úgy szélesíteni. A Művelődésháza mindig, amikor véget ér egy sorozat, vagy a végéhez közeledik, kérdőívekkel méri fel, hogy mégis mit tapasztaltak az itt résztvevők. Mi televízió részéről azt tapasztaljuk, hogy folyamatos érdeklődés a műsorok iránt, amikor egy összefoglaló elkészül. Mit tapasztal a Művelődésháza így már két szezon távlatából? Egyrészt azt tapasztaljuk, hogy a vendégek megkedvelték és megszerették ezt a sorozatot. Nyilván itt nem szabad megfeledkezni a 2005-2006-os évad bevezető hasonló stílusú rendezvényeiről. Másrészt pedig azt tapasztaljuk, hogy ennek az érdeklődésnek a háta mögött azért az őszinte igény is benne van, hogy hozzunk el, mutassunk be ilyen borvidékeket, illetve teremtsünk alkalmat arra, hogy egy hétköznap este 150-160 Sárospatak és környékén élő kedves vendég asztalok mellé leülhessen, és a borokon kívül mind azokról a
gondolatokról szót válthasson, ami az ő mindennapi életüket foglalkoztatja. És én ezt tartom a rendezvénysorozat másik legfontosabb hozadékának, hogy a közművelődési intézményeknek a hagyományos kulturális szolgáltatások mellett az is feladata, hogy közösségteremtő ereje legyen. Ennek a rendezvénynek ékesen bizonyíthatóan megvalósul ez a szándéka, hiszen itt az asztalok mellett Tolcsváról, Olaszliszkáról, Hercegkútról, Bodrogkeresztúrból, Bodrogkisfaludról, Sárospatakról, Sátoraljaújhelyéről épp úgy itt ülnek a borkedvelő vendégei, mint azok, akik esetleg a művelődésháza közvetlen szomszédságában élnek. És én ezt tartom a program másik legnagyobb erényének, és ha szabad ezt mondani, akkor egyfajta jövőbeni küldetést is jelentett számunkra, hogy ezt az utat járjuk és erősítsük. A borvidék képviseletében dr. Gár Lajos volt az egyik borász, aki Eger legnemesebb borait hozta el patakra. 1973-tól foglalkozik szőlészettel, borászattal, saját pincészetet vezet, az Eszterházi Károly Főiskola docense tudományos fokozatát borászatból szerezte. Én 1973-ban kezdtem el igazából foglalkozni komolyan a szőlészettel, borászattal, azóta van vele kapcsolatom. Először tanultam, aztán dolgoztam a gyakorlatban, gyakorló borászként, laborvezetőként, palackozó üzemvezetőként, vagy két szövetkezetben is ágazatvezető helyettes, később ágazatvezető voltam, és 1992-től az Egri Szőlészeti Borászati Kutatóintézetbe kerültem, mint osztályvezető először, borászati kutatási osztályvezető, majd igazgatóhelyettes és igazgató lettem, és 2008-tól tanítok az Eszterházi Károly Főiskolán. Csupán folyamatosan mindig volt szőlőm, pincém, az később alakul, de borom is, és hát csak ennyi kapcsolat. Mondhatjuk azt, hogy ön esetében ugyan nem, de van egy ilyen mondás, hogy nem tudja, azt tanítja. Hát én örülök, hogy taníthatom. Annak idején a feleségemnek többször mondtam, hogy hát mikor majd én már úgy kicsit idősebb korosztály leszek, hogy 50 fölött, akkor szeretném tanítani a szőlővel, borral kapcsolatos dolgokat. És úgy látszik, a Jóisten kegyes volt hozzám, mert így irányította az életet, hogy végsősorban most már ez a fő munkahelyem, a fő munkám, hogy tanítok, nagy szeretettel foglalkozok a diákokkal, hallgatókkal. Mai napon itt Sárospatakon mutatkozhattak be, Egri borvidékről van szó, Eger városát, hogyha az ember kiejti a száján, akkor Egri csillagok, mint első, és második szintén Egri csillagok, mert hogy borból is van ilyen. Tehát mindenképpen ugye ismert, viszont a Bikavér is. Na most Eger akkor milyen borvidék, hogyan lehetne meghatározni? Nagyon egyszerű, Eger egy Isten áldotta jó hely, ahol mindenféle bortípus meg lehet nagyon magas szinten termelni, legyen az könnyű fehér, legyen az testes fehér, legyen az egy könnyű rozé, vagy egy testesebb schiller, vagy egy könnyebb vörösbor, vagy nagyon testes, komoly vörösbor. De még néhány évjáratban, amikor szerencsénk van, és a szőlő aszúsodik, bizony még aszúsodott szőlők is előfordulnak, és természetes édes vörös és fehér borok is megteremnek Egerben. Eger kis Magyarország. Igazából ebből következően, mivel fehér és vörös is sokfajta van, valójában a házasított boroknak a hazája Eger, és mivel már megtaláltuk a fehér házasított bornak, a újfehér egri bornak a nevét, az Egri csillagnak, könnyen és nyugodtan mondhatjuk, hogy Eger az Egri csillag és az Egri bukavér hazája. Javítson ki, lehet, hogy nem jól gondolom, de nekem abszolút úgy tűnik, hogy Eger kapcsán mindenki vörös borokra gondol. Ehelyett pedig fehér borokkal is büszkelkedhetnek, ugye mai napon is tapasztalhattuk. Ön is úgy érzékeli, hogy ismertebbek az egri vörös borok, mint a fehér borok? Attól függ, hogy melyik piacon, meg attól függ, hogy hogy nézzük a dolgot. Voltak időszakok, amikor a borvidék 60-70%-a is fehér szőlő volt,
Most 60% körül a kékszőve aránya és a vörösbor aránya, de újra úgy tűnik, hogy a fehérbornak nagyobb lendülete lesz a fogyasztók körében a világon, de nekünk nagy szerencsénk van, mert fehéret is kiváló tudunk termelni. Az igaz, hogy Magyarországon Eger a bikavérről, meg a világban is több helyen az egri bikavérről híres talán, amennyire híres, még legalábbis úgy gondoljuk, hogy híres. De hogyha összevetnénk, hogy a nagy egri fehérborok hol állnak a világ rangsorában, meg a nagy egri vörösborok, akkor lehet, hogy a fehérborok előbb lennének. Mikor volt az, amikor azt gondolta, hogy pincészet alapításra adja a fejét? És miért? Hát ez már főiskolás koromban, amikor szőlőt tanultam, később aztán borászatot az egyetemen. Én úgy gondoltam, hogy a élet unalmas lenne kis borászkodás nélkül, és valóban az is lenne. Mikor középiskolás voltam, vegyiparibba jártam, és azért hagytam ott azt a szakmát, nem az iskolát, azt elvégeztem. A szakmát, mert unalmasnak találtam. Ott minden évjárat, minden azonos. Itt viszont nincs két azonos dolog. Ezt az izgalmat, ezt a szépséget szerintem más szakma nem tudja nyújtani. Itt, aki a szőlővel, a borral foglalkozik, aznak nagyon-nagyon nagy, széles látókörrel, tudással kell rendelkezni. Jókai Mór írja 1896-ban a kertészgazdászati jegyzetek könyvébe, hogy a szőlő nem jobbágy, mint a krumpli, aki ennek a gondozásába fog, és aztán felsorolja, mi mindenhez kell érteni. És hát az élet így hozta szerencsére, hogy a borral, szőlővel és a borral találkoztam össze még az apai házban is egy kevéssel, és úgy gondoltam, hogy ez szép életet nyújt az embernek, és ez így is volt eddig, reméljük még sokáig így marad. Nagyon sok szép élményem kapcsolódik a szőlőhöz, borhoz, a világban is, Magyarországon is, mert a szőlő a világban a legszebb helyeken terem általában, ahol a természet szép és a szőlő az ember által alkotott, tehát egy alkotott táj, ami talán az épített tájak közül a legszebb is. Erre egy nagyon jó példa a Tokaji borvidék, ami a szőlőtermesztés miatt is a világörökség része lett. Ugye ma este 7 borral készültek ide Sárospatakra, bemutatkoznék közösen ugye a Magister Pincészettel. Ön amiket hozott borokat, mi alapján próbálta összetenni, mit próbált nekünk hegyaljai embereknek megmutatni Eger borvidékéből? Hát ha visszanézünk, hogy mit hoztam, egy Eger Szoláti olasz ízinget, mert az olasz ízing az nagyon szorosan kapcsolódik a nevemhez, országosan is. Emellett ugye kötelezően egri csillagot és egri bikavéreket hoztam, hiszen erről beszélünk. Erről szól az egri borvidék, hogy házasított borok, ha fehér, ha vörös, és ennek különböző szintjeit, és szerettem volna megmutatni azt, hogy milyen egy klasszikus védett eredetű bor, és milyen egy szuperior védett eredetű bor, csillag esetében, és a legribikavér esetében is. Tokaj hegyaján többször elhangzik, hogy a bor kultúra és a bor fogyasztás változóban van, és az irányzatok is. Mi a helyzet ugyanilyen szempontból az egri borvidék kapcsán? Ez a borkultúra, ami magában tartalmazza a termelés, a kereskedés és a fogyasztás kultúráját is, soha nem állandó. Minden pillanatban változik. És a fogyasztás kultúrában is Egerben a legnagyobb változás ezek a csillagnak a megjelenése, de hát ugye ez termelésben is, ugye először termelni kell, és utána jöhet a fogyasztás. Ezzel is a termő helyet, Egerre hívjuk fel figyelmet, ezzel is a terroár, a termőhely irányába próbáljuk mi borászok a borfogyasztást irányítani, eltolni, mert itt igazából a termőhelynek a kommunikációjáról van szó, mind a két borral, az egri csillaggal és az egri bikavérrel is, és én úgy gondolom, hogy a nagy minőségű borok világában
ezek a lépések vannak most, és ezek jönnek. Szintén tanárok és borászok is, egyben az EGRI Főiskola rektora és rektor helyettese. Mindketten Zemplénből származnak, és már fiatalon barátságot kötöttek a szőlővel. A pataki borászati kalandozást jó lehetőségnek tartották arra, hogy bemutassák, hogyan kapcsolódik egymáshoz a pedagógia és borászat a borkultúra. Volt egy mondata, ezzel kezdeném a kérdésemet, hogy akkor a borászok közt a legjobb tanár, vagy a tanárok közt a legjobb borász? Igen, jó a kérdés, bár én ilyen felvezetésnek szántam a dolgot. Csupán azért, hogy picit szerettem volna hangsúlyozni, hogy mi ebbe a környezetben nőttünk föl kollégámmal, Hauser Zoltánnal, ahol majdnem azt mondom, hogy a kisgyerekkorunktól kezdődően belenőttünk a szőlészetbe, a borászatba. Ha tetszett, ha nem, megsugom, hogy akkoriban annyira nem is tetszett. De aztán amikor Egerbe elkerültünk, és meg kell mondani, hogy nagyon jó barátok lettünk, akkor eldöntöttük, hogy Egerbe megpróbálkozunk azzal, hogy egy picit profibbá tesszük a szőlészetet, borászatot, ha nem is megélhetésnek, mert van nekünk egy becsületes szakmánk, a tanári pálya, de hogy mondjam, hogy a gyökerektől táplálkozva folytassuk tovább azt, amit apáinktól tanultunk, hiszen itt Sárospadakon nekem a Darnóba még nem régen volt szőlőm, sőt, apósomnak a Királyhegyen, és hát ott azért sokat megfordultunk, sokat dolgoztunk, sokat tanultam. És aztán egy új borvidéken, Egerben, kedves barátommal összeadva az erőforrásokat, most eljutottunk oda, hogy akár ebből a borászatból, most mondjam, azt meg is lehet élni most már. De nem is, majdnem most mondhatnám, hogy még mindig azért tanárkodunk, tehát nem ez a legfontosabb dolog, hanem az, hogy rendkívül szeretjük csinálni. Rendkívül szeretjük csinálni, és hiszünk a borkultúrába, ami a pedagógiától nem áll távol. Ezzel sokan voltunk ki. Igen. Pontosan erre akartam kitérni, hogy én csak feltételezem, hogy tanárként az ember máshogy áll hozzá a borász, szőlészethez, borászathoz, úgy egyébként máshogy közelíti meg akár a feldolgozási, akár a kvázi tálalási módot, amik a piacra kell kerülni. Hogyan működik ez önöknél? Mi a filozófia? Most én elviszem egy picit a beszélgetést, ne haragudjon meg, de nem messzire. Mert nagyon jó helyen kezdte el ezt a dolgot, hogy a pedagógia meg a borkultúra azért nem áll távol egymástól, és azért szeretünk mi ezen ügyködni, ezen a dolgon, mert nézze, ma egy óriási probléma van a világban, Magyarországon, szűk környezetünkben, ez az alkoholizmus. Tudjuk jól, hogy ezzel megküzdeni nagyon nehéz tanárnak, de nagyon nehéz a fiataloknak is megküzdeni vele. És azt tapasztaljuk, hogy a borkultúra terjesztésével egy eszköz kerül a kezünkbe, lehet védekezni az alkoholizmus ellen. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de higgy el, hogy aki a borkultúrába kiművelt, azt egyre kevésbé van esélye arra, hogy alkoholista. Tehát azt mondja, mint főiskolai tanár, hogy a kulturált borfogyasztás az hosszú távon arra... Pontosan, hát látta itt ma este, aki így kóstolja a bort, mint ahogy itt ezek a kendős vendégek kóstolták, az egyszerűen nem tud alkoholként annyit magához venni a dologból, hogy ebből elnézést, egészségileg baj legyen. Azért, mert a bornak minden egyes elemét, alkotó részét, majdnem már néha azt mondom, hogy egy picit lehet, hogy túlzásba is víve, ugye, az ízeket, az aromákat, a fűszereket megemlítve, meg talán túl sokat beszélünk is róla. Sokan mondják, hogy most már eleget beszéltünk a borról, próbáljuk megkóstolni is. De higgy el, először beszélni kell. De azt is elmondom, miért. Mert ha beszélünk a borról, a borkultúráról, és itt a fejünkbe ebben rendet csinálunk, akkor egyre kevésbé fogjuk a bort, elnézést így pohárral így ide hátadobni, hanem
akkor egyszerűen mindaz, valamennyi, nem csak az öt klasszikus érzékünkkel, hanem minden érzékünkkel, még ugye maga jól tudja, hogy az egyensúly érzékünket is jól foglalkoztatja, az izomkinesztézist is jól foglalkoztatja, ugye ha egy-két pohárral esetleg többet iszunk belőle. De valamennyi érzékünket kiválóan, és ez egy gyönyörű élmény, ez egy szakrális, gyönyörű élmény, erre meg kell tanítani a fiatalokat. Elnézést, hogy ahogy fogalmazni fogok, de hegyaljai gyerekként az egri borvidéken borászattal foglalkozni nem furcsa egy kicsit? Azért jó a kérdés, mert két különböző borvidék, majdnem azt mondom, még a mesterség is teljesen különböző, ahogy így összehasonlítom, hogy amit én itt tanultam, meg ott egészen más. Másképp erjesztjük a vörösborokat, ugye az egy külön tudomány, hogy 8 napig, 15 napig, 20 napig, a nagyon merészek 30 napig héjon erjesztik a vörösbort, és majdnem azt mondom, amikor már lepréseljük, már kész, kóstolható borunk van. Ez itt ugye Tokaj-hegyalján ez egy másképp történik teljesen. Tehát majdnem azt mondom, hogy újra kellett sok mindent tanulni, egyet nem. A bor szeretetét, tiszteletét, azt én itt nagyon megtanultam, és szerintem a kollégám, barátom is annyira megtanulta, ezt nem is poénnak szánom, de lehet, hogy egy kicsit az is, hogy ki az, aki ma egriként Tokaj-hegy alján mondjuk egy 800 négyszögöles szőlőt most telepít. Ő ezt megtette egy éve, ugye mindenki csodálkozott rajta. Tehát ez egyszerűen a tisztelete a dolognak. Semmi haszon, semmi hogy elrugaszkodás nincs a dologban, hanem egyszerűen a bornak a tisztelete. És én azt gondolom, hogy ez a mai világunkban nagyon fontos, hogy az ember higgyen ilyen dolgokba. És ennek a két városnak higgyel a léte majdnem ettől. Sárospataknak is. Én biztos vagyok benne, amikor itt a turista leszáll a vonatról, buszról, autóból, kiszállnak az utasok, akkor azért az első, hogy hol ihatnék meg egy jó pohár bort, hol kóstolhatnék meg egy... Na, ebben most nem megyek tovább, mert ezt néha én is el szoktam játszani. Azért esetleg egy fél mondat erejéig a marketing helyzetéről megkérdezném, hogy mi erről a véleménye. Egy időben ugye országos szinten volt a bor marketing, KHT, x forint per üveg az ő kezükbe került, aztán lett, ami lett, csodát nem láttunk belőle, ezt talán kijelenthetem én is. De ön hogyan látja akár az egri, akár a tokai borok marketing helyzetét és megítélését? Országon, Európán vagy világszinten? Állandóan elégedetlenek vagyunk egyébként, ez így igaz. Sajnos a marketingbe nagy eredményeket mi mindig úgy gondoljuk, hogy nem tudtunk elérni, és nem tudunk egerben sem. Közben lehet, hogy ha megvizsgáljuk, akkor nem egészen így van, mert ez a mai este is nekem azt bizonyítja, hogy azért a zászlós borokra mindenki nagyon felfigyelt. És közben az egri csillag még csak 2 éves. És már itt ismerte mindenki, ugye? Mikor éppen egy ajándékért föltettem a kérdést, alig tudtam kiválasztani, hogy kinek adjam, mert annyi gyors válasz jött. Ez egy nagy dolog. 130 kilométerre Egertől az egri csillag eljutott. Tehát tudják, hogy van ilyen bor, van ilyen zászlós bor. Tehát azért mondom, hogy a marketingben nem biztos, hogy mindig, talán néha túl szigorúak vagyunk. Hogy a pénz milyen hatékonyan, ugye szerintem szerkesztő úr erre célzott, éreztem a kérdésből, hát azzal meg pláne elégedetlenek vagyunk, ugye, mert mindig, ami mely pénzért pályázni kell, különböző csatornákon jut az ember hozzá, azt jól tudjuk, hogy nem mindig oda jut, ahova éppen kellene. Vagy szoktam mondani, azért ez is egy tudomány. Egy tudomány, mégpedig nem is akármilyen tudomány, tehát a gyakorlat nem mindig a tudományosság elvét követi, és ebbe tényleg vannak problémák. Mi Egerben szintén nagyon elégedetlenek vagyunk, de szerintem lehet, hogy itt is ugyanez benne van a levegőbe. Több borunk van, mint amit eladunk. Ugye jobb lenne, ha egy kicsit hiány lenne ezen a területen, és
nagyobb lenne a fogyasztói igény, de nézze, ráadásul azért el kell mondani azt is, hogy azok a borok, amiket itt ma este mi kóstoltunk, és ugyanígy van szerintem a tokaji borok egy jó jelentős része, azért ezek nem olcsó borok. Tehát minőségi borok és a mai árszínvonal mellett egy elég jelentős árszínvonalat képviselnek, és hát ugye nem vagyok közgazdász, de a gazdasági válság az sajnos a zsebünket is érinti jelentősen, mondjuk meg őszintén, és bármennyire szeretnénk estén, minden estére ilyen bort az asztalra, nem tehetjük meg. De odáig kéne eljutni, hogy tömegborban, egri borvidékről is, és sárospataki vagy tokajhegyei borvidékről is, olcsón is olyan bor jusson az asztalra, amit nem szégyel a borkultúra. Tehát élvezetes, fogyasztható, jó bor. Van ilyen olcsó bor egyébként. Erre egy későbbi beszélgetésben kitérünk, hogy mi az, ami mindenkinek lehetséges, mert azt gondolom, hogy a borászatról több órát lehetne beszélgetni. Egy nagyon fontos dolgot viszont szeretnék tisztázni, és egy kettős kérdés következik. Ön sárospatakiként milyen érzéssel érkezett úgy Sárospatakra, hogy Egerben tevékenykedik, és ott borászkodik? És mindemellett milyen borokat gondolt idehozni, pontosabban József falvaiként? Megmondom őszintén, hogy egy hete leültünk itt a kollégákkal, akikkel jöttünk, és eldöntöttük, hogy melyik hét bor lesz az, amit a két pincészet idehoz. És hát voltak ilyen sarokpontok. Az egyik sarokpont, hogy az zászlós boroknak itt kell lenni. Ez ugye az egri csillag és az egri bikavér. Ebből hoztunk kettőt is a csillagból. Direkt kettőt egyébként, tehát mind a két pincészet, azért, mert ezt a bort meg kell ismertetni, nincs mese. Tehát be kell vinni a köztudatba, hogy ilyen bor létezik, ilyen bor van, ráadásul fehér bor. Mindenki Egerről a vörös borra asszociál. Tehát, hogy fehér bor. A vörös borokból igaz, valamivel többet hoztunk, megmondom, ennek is megvan az oka, nem csak azért, mert hogy Egerben vörös bor van, hanem a fő oka az, hogy én tudom, hogy olyan borvidéken, ahol csak szinte fehér bor van, ott az igény a vörös bor iránt hamarabb megnyilvánul érdekes módon. Tehát azt tapasztalom, hogy mikor ide jövök Sárospatakra, nem csak ilyen borkóstolóra, hanem baráti körbe is, szívesen isznak vörös bor. Azért, mert a fehér borból majdnem azon minden nap ihatnak, és a vörös bor egyfajta kuriózum. Én azt mondom, nekünk ezt ki kell használni. Ki kell használni, mert mit tudunk, mert itt most lehet, hogy olyat mondok, aki lehet, hogy megsértődik valaki, mert nincs igazi vörösbor. Nincs. Tudom, hogy itt-ott próbálkoznak, sőt valamelyik nap épp olvastam, hogy a egyik X-borászatnak van egy ugyanolyan nevű vörösbora, mint a miénk. Nem mondom ki a borászat nevét, de itt van nem messze. Egy ugyanolyan vörösbora, és nagyon meglepődtem. Ugyanezt mondhatjuk a meglepetésre, bocsánat, hogy közbevágok, amit ön is említett, hogy fehér borokkal indítottak az elején, és én figyeltem az asztalt társaságokat, ugye több mint 110 ember van itt, és mindenki összenézett, hogy fehér borral, Egerből, mit akarnak itt ezek? Tehát körülbelül ez jött le, de mégis ezzel indítottak. Nézze, ehhez azt is el kell mondanom azért, hogy a egri bortörténelemben a korábbi időszakban, tehát itt gondolok itt a 16., 17., 18. századra, a filoxéráig, igazából Egerbe kétharmad részben fehér bort termeltek. Kétharmad részben. Tehát sokkal több fehér bor volt. Utána, ugye a filoxéra után azok a fajták meghonosodtak, amit egyébként a borvidék szeret, mert jól érzi magát, ugye. Itt elsősorban ugye a kadarka és a hozzá hasonló vörösborok, és most pedig, hát nem tudom, itt tanult barátom jobban tudja, Gállajos kollégám, de szerintem ilyen fele-fele arányban vagyunk fehér és vörösborral, és érdekes módon a borászok egyre büszkébbek a fehér boraikra.
én most azt mondom, jó lenne nem átesni azért a ló másik oldalára, de én ma úgy tapasztaltam itt ebbe a csodálatos közönségbe, hogy élvezettel itták ezt a fehér bort, pedig féltem tőle. Tehát úgy még nem is kellett kérdeznem, hogy tetszett, ízlett. Mindenki jött, te ez nagyon finom, nagyon jó. Könnyedebb, fűszeresebb, és hát mondjuk meg őszintén, hogy ez a könnyedebb, fűszeresebb bor a mai divatnak talán jobban megfelel, de a divat változik, nyugodtan mondja, változik, és majd a könnyed, fűszeresebb bor lesz kevésbé divatos, és talán a testesebb bor, de ez így van rendjén. Mindenesetre úgy láttuk, hogy a művelődés háza közönségének tetszett. Ebben a hónapban és a sorozatban is önök voltak a meglepetés vendég. Köszönjük, hogy ezt az élményt elhozták ide Sárospatakra.